Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Bepillantás a csillagképekbe. Mi várható 2021-ben? Ez a felvétel egy személyes videó Szidília számára. De mielőtt elkezdeném ezt a jóslást, bepillantunk általánosan a jövő évre, mi várható az egyes hónapokban, és a felvétel után jön ez a személyes jóslás Szidília számára. Kedves Szidília, üdvözöllek téged, ez a te videód, és megtekintjük azt, mi vár rád jövőre. Mi várható 2021-ben? Ezt most megtekintjük. Január 6-a. Nagyon érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. Ez félreértésekre vezethet. Január 9-e. Ezen a napon kívánhatunk valamit, mert megvan arra a lehetőség, hogy megvalósul, ebben kellene bízni. Január 10-e. Itt vannak emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Esetleg valaki gondol ránk. Január 13-a. Itt kell egy új irány, egy új lehetőség, de még várjunk a döntésekkel. Ehhez kell még egy kicsi idő. Január 14-én lesznek változások, de itt is az érvényes, hogy ne siessük el a dolgokat. Január 20-án fel kellene, hogy lélegezzünk, de minden olyan nehéz, vannak korlátozások. Január 21-én vannak vágyak, elképzelések, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Január 24-én keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Január 28-án el kellene azon gondolkozni, hogy kiben bízhatunk, vagy kiben nem. Január 30-án nem mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az később fog bekövetkezni. És most megtekintjük azt, mi várható február hónapban. Február 3-án kívánhatunk valamit, mert ez megvalósul. Február 4-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, nem tudjuk magunkat ezen a napon bebizonyítani. Február 7-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Február 11-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el a célokon. Az is lehet, hogy kell egy új cél, és bízunk abban, hogy ezek a célok elérhetőek, de azért legyünk türelmesek. Február 18-án megvannak az álmok, a vágyak, de a bizonytalanság is. Február 19-én minden olyan nehéznek tűnik, vagy lesznek korlátozások. Február 20-án minden olyan bizonytalan, átláthatatlan, ami a párkapcsolatot illeti, és mi, hölgyek, úgy érezzük, hogy nem kapunk elismerést, mások átlátnak rajtunk. Február 21-én
keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Február 27-én oda kellene figyelni egy ilyen szívügyre, természetesen itt szerelmi kapcsolatról van szó. És most megtekintjük azt, mi várható március hónapban. Március 2-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. Március 6-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok. Március 13-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy tudnánk a terveinket megvalósítani. Március 14-én nehéz valamit tisztázni. Március 18-án megvannak a vágyak, az elképzelések, de mi hajlamosak vagyunk arra ezt feladni, érezhető a bizonytalanság. Március 20-án keresünk egy új lehetőséget, egy kiutat. Ezen a napon fontos, hogy megőrizzük a belső egyensúlyunkat. Március 21-én hiányzik a bátorság, olyan erőtlennek érezzük magunkat. Március 28-án el kellene azon gondolkozni, mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van gyógyító erő. Március 30-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. És most megtekintjük azt, mi várható április hónapban. Április 2-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Április 4-én van egy kihívás, vannak nehézségek, hiányzik ez a könnyűség. Április 12-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy hatnak mások ránk, itt érzelmekről van szó. Április 14-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Április 16-án keresünk egy új utat, egy új lehetőséget, vagy egy kiutat. Április 20-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok, nehézségek. Április 27-én oda kellene figyelni arra, hogy mit tegyünk rendbe. Van itt gyógyító hatás, és valami tisztázódik. Április 28-án kell egy kis szünet elgondolkozni azon, hogy mit kellene befejezni. Április 29-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Május 3-án érzékenyen reagálunk, de mások is. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Május 11-én el kellene azon gondolkozni, mi legyen egy új kezdet, mert mi most belevágunk valami újba. Május 13-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Május 19-én hiányzik a könnyűség, vagy vannak valamilyen korlátozások. Május 23-án úgy minden megáll, vagy kell egy kis szünet elgondolkozni azon,
hogyan tovább. Ez kihat a mi életutunkra, a sorsunkra. Május 26-án oda kellene figyelni arra, hogy mit tervezünk. Mi az elképzelés, mert ez megvalósítható, de át kell tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságon. Május 30-án őrizzük meg a titkainkat, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az késlekedni fog. Most megtekintjük azt, mi várható június hónapban. Június 2-án vannak kihívások. Hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. Június 8-án megvannak a vágyak, az álmok, de ez minden olyan elérhetetlennek tűnik, és emiatt olyan bizonytalanok vagyunk. Június 9-én keresünk egy új lehetőséget, egy megoldást, vagy egy kiutat. Június 10-én van segítség, valaki mutat számunkra egy lehetőséget, egy megoldást, de oda kellene erre figyelni. Június 12-én érezhető a nőies energia, mi hölgyek állunk a középpontban, megvan a kisugárzásunk, és szerencse a szerelmi élet területén. Június 18-án valami nyomaszt bennünket, hiányzik a könnyűség, és olyan korlátozások vannak. Június 21-én lesz egy fordulat, egy sorsdöntő változás. Június 23-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. De ezen a napon ne beszéljünk a terveinkről. Június 24-én van egy gyógyító erő. Június 26-án gondolkozzunk el azon, mi az elképzelés, miről álmodunk, miről álmodozunk, és hogy tudnánk ezt megvalósítani. És most megtekintjük azt, mi várható július hónapban. Július 1-én úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások, anyagi gondok. Július 5-én megvannak az álmok, a vágyak, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Július 6-án keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt vagy kiutat. Július 10-én el kellene azon gondolkozni, kiben bízhatunk meg, kiben nem. Július 13-án erőtlennek érezzük magunkat. Úgy tűnik, hogy nem megy tovább, és ez különösen a férfiakat illeti. Július 17-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Július 20-án lesz egy új lehetőség, egy megoldás, egy kiút. Július 21-én egy álom megvalósulhat. Július 24-én fontosak a célok, és oda kell figyelni arra, hogy lehetne ezt elérni. Ezen a napon valami tisztázódik. Július 31-én hiányzik a könnyűség. Minden olyan nehéznek tűnik,
vagy vannak még korlátozások. És most megtekintjük azt, mi várható augusztus hónapban. Augusztus 2-án megvannak az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik, ez bizonytalanságot vált ki nálunk. Augusztus 3-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Augusztus 8-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, mit tudnánk javítani, ami a családi kapcsolatokat illeti. Augusztus 15-én fáradtnak, kimerültnek érezzük magunkat. Augusztus 16-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Augusztus 17-én egy álom megvalósulhat. Augusztus 20-án lesz egy kis szünet. Itt változások lesznek, de legyünk kicsit türelmesek. Augusztus 22-én kellenek célok, és nem szabad ezt feladni. Augusztus 30-án érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk, lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. És most megtekintjük azt, mi várható szeptember hónapban. Szeptember 6-án nehéz valamit tisztázni. A beszélgetések nézeteltérésekhez vezethetnek. Szeptember 7-én kellene visszahúzódni, elgondolkozni azon, mi áll a középpontban. Szeptember 11-én egy vágy, egy álom megvalósulhat. Szeptember 13-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Szeptember 21-én történik valami, és az befolyásolja az érzelmeinket, oda kellene figyelni. Szeptember 22-én kell a belső egyensúly. Szeptember 26-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Szeptember 27-én fontos, hogy ne mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, és őrizzük meg a titkainkat. Szeptember 29-én hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. És most megtekintjük azt, hogy mi várható október hónapban. Október 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések azok félreértésekhez vezethetnek. Október 6-án el kellene azon gondolkozni, hogy mit kellene lezárni az életünkben, és rendezni a dolgokat. Ezen a napon van gyógyító energia. Október 8-án egy álom megvalósulhat. Október 11-én lesz egy kis szünet, de el kellene azon gondolkozni, hogy mit változtassunk az életútunkon. Itt lesznek sorsdöntő változások. Október 13-án hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik. Október 18-án úgy minden megáll, ez olyan igazságtalan, de lehet egy bírósági ügy is. Legyünk kicsit türelmesek, mert hamarosan előre mennek az események. Október 20-án várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, minden jól alakul, itt tisztázódik valami.
Október 23-án keresünk egy új irányt, egy új lehetőséget. Október 24-én megvannak a vágyak, az elképzelések, de a bizonytalanság is. Október 28-án úgy érezzük, elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások. És most megtekintjük azt, mi várható november hónapban. November 4-én el kellene azon gondolkozni, hogy mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van egy gyógyító erő. November 5-én egy kívánság megvalósulhat. November 6-án jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. November 11-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy mások megbántanak bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. November 19-én kell egy kiút, egy új lehetőség, át kell tenni magunkat a félelmeken. November 21-én megvannak a vágyak, az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. November 27-én hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik, és vannak még korlátozások. Most megtekintjük azt, mi várható december hónapban. December 1-én kell egy álom, egy elképzelés, és az is, hogy ebben higgyünk. December 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések nézeteltérésekre vezethetnek. December 4-én egy kívánság megvalósulhat. December 11-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, a bátorság. December 17-én keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt, vagy egy kiutat. December 18-án úgy érezzük, hogy minden úgy megáll, különösen a párkapcsolat területén, és ez bizonytalanságokhoz vezet. December 19-én oda kell figyelni az anyagi dolgokra, ezt rendezni. December 21-én lesz egy változás. December 27-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. December 31-én vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Itt ezen a képen bal oldalon láthatod a rák jegyét. Ez a te aszcendentusod. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a rák jegye kelt fel a keleti határon. A rák jegye kihat rád a születésedtől az életed végéig, befolyásolja a külsődet, befolyásolja a fellépésedet és a személyiségedet. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. A rák jegye szimbolizálja a családi kapcsolatokat is, számodra ez nagyon fontos. Azon kívül mutatod az anyai érzéseket kifele, segítesz másoknak. A rák jegye felett a hold uralkodik, és ahogy a hold változik,
Nálad is változik mindig a hangulat, de ennek ellenére kedvelnek téged, azon kívül itt van ebben az egyes életházban a rák jegyében egy visszatekintő Jupiter bolygó, és az azt jelenti, hogy szerencséd van az életúton. Ez a visszatekintés a múltra utal, lehet, hogy itt vannak ilyen kármikus témáid, és tanulod a személyiségedet élni. Mi várható itt ebben az egyes életházban jövőre? Július hónapban itt mozog a rák jegyében Mars és Vénusz bolygó az indiai számítás szerint, és az kihat a párkapcsolat területére. Természetesen jelentheti a te nőiességedet és Mars bolygónál az erődet, hogy kezedbe veszed a dolgokat, minden előre megy. Július 20-a és augusztus 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, mások észrevesznek téged, megvan a kisugárzásod, és te állsz a középpontban. Augusztusban itt mozog Merkur bolygó, mozognak az események, az kihat rád, vagy te veszed kezedbe a dolgokat, és úgy minden halad előre. Merkur bolygó utal kommunikációra is, vagy egy szerződésre. És most áttérek a kettes életházra. Ha megtekinted ezt a képet, a rák jegye alatt van az oroszlán jegye, és szimbolizálja a kettes életházat. Ez a kettes életház utal az anyagiakra, pénzügyi dolgokra és értékekre. Ez az érték lehet egy belső érték is, és légy ennek tudatában. Itt a kettes életházban az oroszlán jegyében van nálad egy visszatekintő Uránusz bolygó, az utal ilyen különleges helyzetekre, sőt még nyeremény is lehet Uránusz bolygó hatása alatt, de mutatja a te értékeidet is, te különleges személyiség vagy. Egy visszatekintő Plutó bolygó szintén itt van ebben a kettes életházban, az utal a te belső erődre, és arra is, hogy mennyire fontos számodra ez a kettes életház. Az anyagiak is, meg a belső értékek is. Az oroszlán jegye szereti a luxust, és te hajlamos vagy arra, hogy ezekre a szép dolgokra pénzt adj ki, vagy azt is mutathatja, hogy te nagyon jó lelkű vagy, és megajándékozol másokat. Ez egy szép tulajdonság, de azért vigyázz arra, hogy ne használjanak ki téged mások. Mi történik 2021-ben itt ebben a kettes életházban? Augusztusban és szeptemberben itt van egy Mars bolygó hatás. Az jelentheti a te erődet, néha kihívásokat is, hogy védeni kell magadat vagy az értékeidet, de jelenthet egy férfit is, aki befolyásolja az anyagiakat, vagy kihat rád és értékel téged. Augusztus hónapban nem csak Mars bolygó, hanem Vénusz bolygó is itt mozog az indiai számítás szerint. Természetesen kihat a párkapcsolatra, és itt értékekről van szó. Vénusz bolygó jelenti a nőiességét és a szép dolgokat. Előfordulhat, hogy pénzt
adsz ki ezekre a dolgokra, vagy jelenthet egy kreatív munkát, és ezáltal pénz jön a házhoz. Augusztus 20-a és szeptember 20-a között itt van a nap, besugározza ezt a kettes életházat, és ez a fő téma. És most átlépek a hármas életházra. Ez a hármas életház utal az élet iskolájára, ahol be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. De utal képzésre is. Azon kívül kapcsolatokra, internet kapcsolatokra, vagy a szomszédokra, rokonokra. A te horoszkópodban itt van a szűz jegye, és az azt jelenti, te nagyon okos vagy, és átlátod a dolgokat. Amikor kihívások vannak, tudod, hogy mikor légy aktív és véd magad, és azt is tudod, mert átgondolod, amikor ennek nincs értelme, ilyenkor visszahúzódsz. Az egyetlen, amire oda kellene figyelni, ha kritikus vagy másokkal szemben, vagy magaddal szemben. Ez nézeteltérésekre vezethet. A te horoszkópodban, itt a hármas életházban, a szűz jegyében nincs bolygó, de megtekintjük a mozgást, mi várható rád 2021-ben. Szeptember hónapban itt mozog Merkur bolygó, így mozognak az események, van kapcsolat, beszélgetések, hírek vagy szerződések, az is lehet, hogy van egy képzés. Szeptember hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az lehet egy képzés a művészetek területén, vagy utalhat egy hölgyre, az lehet valaki a rokonságból, vagy a szomszédoknál ez a kapcsolat. Viszont ez a hármas életház, ez kihívásokat is jelent, mint mondtam, ahol neked be kell bizonyítani magadat. Ez a hölgy lehet egy rivális hölgy is, vagy valaki, aki irigy rád. Október hónapban itt található Mars bolygó, az utalhat a te erődre, ide fekteted be az erődet, de lehet egy férfi is, egy szomszéd, vagy egy rokon, vagy egy internet kapcsolat. Szeptember 20-a és október 20-a között itt található a nap, besugározza ezt az életházat, ez áll a középpontban. November hónapban itt mozog Merkur bolygó, mozognak az események, az lehet egy képzés, beszélgetések, találkozások, vagy szerződések. És most áttérek a négyes életházra. Ez a négyes életház a mélypont a horoszkópban. Ha én ezt összehasonlítom egy fával, akkor az jelenteni a gyökereket. Itt érezzük azt, hogy megvan a tartás, itt legyökerezhetünk. Ez egy alap, és erre az alapra kell építeni. Azon kívül szimbolizálja az otthonunkat. A te horoszkópodban itt található a mérleg jegye. Ami számodra nagyon-nagyon fontos, az a belső egyensúly és a levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáción. Neked szép az otthonod, ezt kisugározza a mérleg jegye. De nem volt könnyű a múltban, a gyermekkorodban, mert itt található egy visszatekintő Mars bolygó. Gyakran erőtlennek érzed magad, akkor, ha minden olyan nehéznek tűnik, és hiányzik a levegő eleme, hiányzik ez a
könnyűség. Ez a visszatekintő Mars bolygó utal a múltra kármikus témákra, de nem csak Mars bolygó utal erre, hanem itt van nálad a lefele mozgó Hold csomó Kétú. Ez egy kármikus csomó, egy kármikus életút, és utal a múltra, mind arra, amit te átéltél a múltban, a korábbi életedben is. Valószínű, hiányzott ez a könnyűség, hiányzott ez a belső harmónia. Ami számodra jó és segít neked, az a párkapcsolat, mert ezt szimbolizálja a mérleg jegye. Mi várható jövőre itt a mérleg jegyében, ahol te ebben a négyes életházban éled ezt át? Október hónapban itt mozog Vénusz bolygó. Te megszépítesz valamit az otthonodban, vagy lesz egy látogató, és ez egy hölgy. Lehet egy ismerős, valaki a rokonságból, vagy egy barátnő. Október hónapban itt mozog egy visszatekintő Merkur bolygó, itt lesznek hírek vagy szerződések. Szerződéseknél előfordulhat, hogy minden olyan lassan megy előre, és türelem kell, de Merkur bolygónál lehet egy hír is valaki a múltból. Novemberben és decemberben itt mozog Mars bolygó. A te horoszkópodban Mars bolygó szintén itt van a mérleg jegyében, visszatér valami vagy valaki az életedbe. Az is lehet, hogy az otthonod ad erőt, vagy egy férfiről van szó, lehet egy látogató, vagy a mérleg jegyében a párkapcsolat áll a középpontban. Október 20-a és november 20-a között itt van a nap, besugározza a négyes életházat, ez áll a középpontban, ez a havi téma. És most áttérek az ötös életházra. Ez az ötös életház a gyermekekre utal, a gyermekeidre, unokákra, de itt vannak a gyermekkori emlékek is. Nem csak a gyermekekkel áll ez az ötös ház összefüggésben, hanem itt van a kreatív tevékenység és az élet öröm. A te horoszkópodban itt található a szkorpión jegye. A szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó, változásokról, megújulásokról. Vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, azon át kell tenni magunkat, és vannak pozitív érzelmek, a hit, a béke, a szeretet, és ezt kell élni. Ennek van egy gyógyító hatása, így minden előre megy, és játszadozva, mert ez, amit a gyermekek mutatnak számunkra. A te születési horoszkópodban itt van egy visszatekintő Neptun bolygó, itt vannak emlékek. Nem csak ami a gyermek korodat illeti, hanem kármikus emlékek, mind az, amit átéltél a korábbi életedben. Neptun bolygó az a művészek bolygója. Én úgy gondolom, hogy nálad megvan ez az alkotó erő, ez a tehetség, mert ezt áthoztad a múltból, a korábbi életedből, a jelenre. Előfordulhat persze, hogy a gyermekkorodban ezt a felnőttek nem vették észre, és ez fáj. Amit Neptun bolygó még jelent, ezek az álmok.
mert Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, a fantáziát, és ezt olyan szépen kiszínezhetünk, de fontos, hogy mi ebben higgyünk, mert ez megvalósulhat. De ha mások mondják azt, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi, akkor elveszítjük a hitünket, feladjuk ezeket az elképzeléseket, terveket, és később ez csalódásokhoz vezethet. Amit még Neptun bolygó közölhet, mi van akkor, ha valaki így lefest álom szépen valamit, szinte mesebeli az, amit közöl, és ez nem a valóság, hanem egy hazugság, akkor ez is csalódásokhoz vezethet. És itt az ötös életházban, ahol a gyermekekről van szó, ami mutatja ezt a gyermeki érzést is, de nem szabad, hogy naívak legyünk, hanem kell, hogy tudatában legyünk a dolgoknak. Akkor így megóvjuk magunkat attól, hogy további csalódások érjenek. És ez, amit te átélsz, így ebben az ötös életházban. Mi várható 2021-ben? Januárban itt mozog Vénusz bolygó. Az mutatja a művészi alkotást, lehet egy hölgy is, vagy egy gyermek, egy kislány, mert itt ebben az ötös életházban gyermekekről van szó. December hónapban itt mozog Merkur bolygó. Merkur bolygó uralkodik a gyermekkor és ifjúság felett. Ezek lehetnek emlékek, vagy valaki jelentkezik a múltból, vagy gondol rád. November 20-a és december 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az ötös életházat, és ez áll a középpontban. Ami még nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy itt mozog a lefele mozgó holdcsomó 2022. márciusáig. Itt vannak kármikus témák, és Kétunál a múltról van szó. Lehet, hogy ez a művészi alkotó erő most kibontakozik nálad. És most megtekintjük a hatos életházat. Ez a hatos életház utal a munkára, munkahelyi témákra és egészségre. A te horoszkópodban itt található a nyilas jegye, itt mindig van mozgás, de lehet ez egy külföldi kapcsolat, például kereskedelmi kapcsolatok is. A nyilas jegye utal egy belső útra is, tehát spirituális dolgokra, ez lehet a hivatásod. A nyilas jegyénél fontos egy irány. Ez a nyíl mutatja a mi galaxiánkat, a tejutat, mégpedig a tejutnak a központját. Az jelképezi a mi vágyainkat. És ha ez téged lelkesít, mert itt a nyilas jegyénél a tűz eleméről van szó, akkor megtalálod a hivatásodat. A te horoszkópodban itt nincs bolygó, de megtekintjük azt, hogy mi várható jövőre itt ebben az életházban. Januárban itt mozog Merkur bolygó, mozognak az események, lehetnek változások vagy szerződések. December 20-a és január 20-a között itt van a nap, besugározza ezt a
hatos életházat, kihat a munkádra vagy egészségügyi témákra. Novemberben és decemberben itt mozog Vénusz bolygó, az utalhat egy művészi alkotásra, kreatív munkára, vagy egy hölgyre, aki például segít neked a munkahelyen, vagy lehet egy egészségügyi téma, mint például nőgyógyász. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a hetes életházban. Ha megtekinted ezt a képet, bal oldalon látható a rák jegye. Az azt jelenti abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a rák jegye kelt fel a keleti határon, ez a te aszcendentusod. És a születésed pillanatában a nyugati határon lement a bak jegye, az szemben áll, itt tükröződik valami, és itt található a deszcendentusod. Ezzel a deszcendentussal nyílik egy új kapu, egy új életterület, amit hetes életháznak nevezünk, és utal a párkapcsolatra. A te horoszkópodban itt található a bak jegye, de nincs bolygó ezen az életterületen. Viszont jövőre nagyon sok minden változik itt, ebben a hetes életházban, ami kihat a szerelmi ügyekre, kihat a párkapcsolatra. Plútó bolygó. Azt jelenti, hogy figyeljünk oda valamire, mert ez most fontos, egy fontos téma, koncentráljunk rá, mert ezen kell most uralkodni, utal a belső erőre is. Plútó bolygó itt mozog egész évben, itt a bak jegyében, sőt, még későbbiekben is. Koncentrálj a párkapcsolatra. Szaturnusz bolygó az a sorsok bolygója. Ahol Szaturnusz megjelenik, ott vannak sorsdöntő változások, és ez lesz nálad jövőre, ezt te átéled a párkapcsolat területén, mert Szaturnusz bolygó egész évben itt lesz a bak jegyében az indiai számítás szerint. Van egy kis segítség Jupiter bolygótól, mert Jupiter bolygó adja lehetőségeket, gyakran szerencsét hoz. Jupiter bolygó itt lesz a bak jegyében nálad a hetes életházban, januárban, februárban, márciusban és áprilisban. Májusban elbúcsúzik ettől az életháztól, viszont októberben visszatér ide, és novemberben is kihat. Az lehet, hogy a párkapcsolat területén lesz egy kis szünet, de év végére újra szerencsét lesz. Decemberben elbúcsúzik a hetes életháztól. Februárban itt mozog Vénusz bolygó, az utal a te nőiességedre, gyakran szerencsét is hoz, a szerelmi élet áll a középpontban. Január 20-a és február 20-a között itt található a nap, az indiai számítás szerint besugározza ezt a hetes életházat, és ez a központi téma. Márciusban itt mozog Merkur bolygó, itt lesz mozgás, hírek, kapcsolatok, beszélgetések, és most áttérek a 8-as életházra. Ezt a 8-as életházat halálnak nevezzük. Természetesen utalhat halálesetre,
vagy egy örökösödési ügyre is. De ide tartoznak a hivatalos dolgok, bírósági ügyek és a szexualitás is. Ebben az életházban tanuljuk meg, mit jelent egy megújulás, ezeket a változásokat. Olyan dolgokat, amik nyomasztanak bennünket, el kell, hogy hagyjuk, el kell ezektől búcsúzni. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, vagy egy bizonyos hely. Ez azért fontos, mert kell, hogy legyen valami új, egy új kezdet, egy új indulat. Úgy is mondhatnám, itt van ez a transformáció. A te horoszkópodban itt található a vízöntő jegye. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, de akkor tudsz levegőhöz jutni, ha le tudsz zárni valamit az életben. A te horoszkópodban itt található a nap, az utalhat apai témákra, de a nap szimbolizálja a te énedet is, és ez fontos, hogy éld a személyiségedet. Az a fontos, amit te akarsz. Ne mások befolyásolják az életedet. Itt található egy visszatekintő Merkur bolygó. Merkur bolygó uralkodik a gyermekkor és az ifjúság felett, mivel Merkur bolygó visszatekintő, itt vannak emlékek, apai témák, ha ez téged szomorúvá tesz, akkor zárd le a múltad. Mi történik 2021-ben itt ebben a 8-as életházban? Hogy Neptun bolygó mit jelent, azt elmagyaráztam az 5-ös életháznál. Neptun bolygó most itt mozog egész évben, és a következő években is, ebben a 8-as életházban. Tehát kihat erre, és vigyázz arra, hogy mások ne csapjanak be téged, de figyelj oda a te álmaidra, higgy ebben, mert ez megvalósulhat. Februárban lesz itt egy Merkur mozgás, Merkur bolygó visszatekintő, hivatalos dolgoknál lelassítja az eseményeket, de lehet egy hír a múltból, vagy emlékek. Március hónapban itt van Vénusz bolygó, az kihat a szerelmi életre, az intim kapcsolatra, és a te nőiességedre. Február 20-a és március 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, és ez a központi téma. Májusban, júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben itt mozog Jupiter bolygó, szerencsét hoz neked, de mutatja a belső énedet is. És légy magabiztos, higgy abban a te nagyságodban, ezek megújulások lesznek. Októberben elbúcsúzik Jupiter bolygó ettől a 8-as életháztól, viszont visszatér december hónapban. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a 9-es életházban. Ez a 9-es életház jelenti az utazásokat, külföldi kapcsolatokat, egy életutat és egy belső utat, a hitet vagy spirituális dolgokat. A te horoszkópodban itt van a halak jegye. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, ahol érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben kettő hal van, és más irányt mutat.
Az egyik jelenti a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik pedig a hitet és a szeretetet. Itt te választasz, melyik irányba tekintesz, milyenek az érzelmeid. Tedd át magad a félelmeken, és bízz mindig abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. A te horoszkópodban itt található a hold, az szimbolizálja az anyukádat, az anyai érzelmeket, és a te lelki világodat, az érzelmeidet. Itt van Vénusz bolygó, az utal a nőiességre, erre a kisugárzásra, a szerelmi kapcsolatra, az lehet egy külföldi kapcsolat, vagy egy közös életút. Itt található nálad Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója, a te életutat külföldre vezet. De ez lehet egy belső út is. Mi történik jövőre itt ebben a 9-es életházban? Április hónapban itt van Merkur bolygó. Ez lehet kapcsolat, beszélgetések, és Vénusz bolygó, ez lehet egy hölgy külföldről, külföldi kapcsolat, vagy egy közös életút, és az befolyásolja a párkapcsolatot. Március 20-a és április 20-a között itt van a nap, besugározza ezt a 9-es életházat, és ez a központi téma. Most áttérek a 10-es életterületre. Ez a 10-es életház a felső pont a horoszkópon. Mint ahogy összehasonlítottam egy fával, a mély pont az a fának a gyökere, és itt fent van a fának a koronája. Ez a 10-es életház jelképezi a nyilvánosságot és a hivatást. A te horoszkópodban itt található a kos jegye és egy kármikus csomó, mégpedig a felfele mozgó hold csomó Ráhu, egy életút, egy életterület, amit a te lelked kiválasztott, de nem ismer. Te keresed a hivatásodat, vagy megvan az a szándék, hogy mások elismerjenek téged, hogy te a középpontban légy, a nyilvánosság is fontos, de valahogy félsz ettől, mert te itt nem ismered ki magadat, holott szükséged lenne rá. Mi történik itt ebben az életházban jövőre? Uránusz bolygó. Itt mozog az indiai számítás szerint nem csak jövőre, hanem a következő években is. Uránusz bolygónál mindig változások vannak, tehát erre számíthatsz, hogy lesz itt változás. Január és február hónapban itt mozog Mars bolygó, az jelentheti a te erődet, vagy életerődet, de egy férfit is, a nyilvánosságon, vagy a munkahelyen. Május hónapban itt mozog Uránusz bolygó természetesen, és Vénusz bolygó. Az jelentheti a te nőiességedet, a fellépésedet, a kisugárzásodat, amit mások észrevesznek, de jelenthet egy hölgyet, aki befolyásol téged, vagy segít neked, ami a hivatásodat illeti. Április 20-a és május 20-a között itt található a nap, besugározza ezt az életterületet, ez a központi téma. És most áttérek a 11-es életházra.
Ez a 11-es életház a remények háza. Azon kívül utal barátságokra is. Én úgy szoktam elmagyarázni, fontos az is, hogy barátságot kössünk a vágyainkkal, az álmainkkal. Tehát utal baráti körre, vagy egy csoportra. A te horoszkópodban itt van a bika jegye, ez kellemes és szép baráti kapcsolatokra utal. Nálad ebben az életházban nincs bolygó, viszont megtekintjük azt, hogy mi várható jövőre. Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó. Ez egy kármikus csomó. Mutat egy új irányt, esetleg egy kiutat, amit mi nem ismerünk. De szükségünk van rá, ezen az úton kell, hogy menjünk. Ez a felfele mozgó holdcsomó szeptember óta, ez év szeptemberétől, itt mozog a bika jegyében, és itt marad 2022. márciusáig. Itt lesznek nálad kármikus témák, lehet, hogy lezársz kapcsolatokat, vagy lesznek új ismerősök, viszont kell, hogy tanuld azt, hogy higgy abban, amiről álmodozol, mert ez a reményeknek a háza. Márciusban és áprilisban itt mozog Mars bolygó, az utalhat a te erődre, például, hogy védd magad, de jelenti a férfit is. Lehet egy jó barát, vagy utal a párkapcsolatra, mert ez a reményed, a hited. Május hónapban itt mozog Merkur bolygó, itt van kapcsolat, vannak beszélgetések, lehetnek új baráti kapcsolatok is, vagy kapsz egy hírt a párodtól, a lelki társadtól. Május 20-a és június 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban. Július hónapban újra itt mozog Merkur bolygó, lesz itt mozgás meg kapcsolatok, de lehet egy hír a lelki társadtól. És most megtekintjük a 12-es életházat. Ez a 12-es életház a titkok háza. Minden, ami titokzatos, ide tartozik. A titkos ellenség is. Itt mély tudásról van szó, és nálad itt az ikrek jegyében ez azt jelenti, hogy téged ez érdekel. Megvan ez a kíváncsiság, és betekintesz a mélybe. Ha arról van szó, hogy minden olyan nehéz, akkor húzódj vissza, mert ez a 12-es életház ezt is jelenti, és akkor újra megvan a levegő eleme, ez a könnyűség, mert az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik. A te horoszkópodban itt az ikrek jegyében nincs bolygó, de megtekintjük azt, mi várható jövőre. Májusban és júniusban itt mozog Mars bolygó, az jelentheti azt, hogy erőtlen vagy, kell, hogy visszahúzódj, hogy újra erőd legyen, lehet egy férfi is, és valami olyan titokzatos, az is előfordulhat, hogy van titkos ellenség, te ezt megtudod, ez kitudódik, és kell, hogy védd magadat, és akkor Mars bolygó mutatja a te erődet. Június hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az kihathat a párkapcsolatra, de valami olyan titokzatos, vagy te vagy visszahúzódó, vagy ő visszahúzódó. Itt mozog júniusban egy visszatekintő
Merkur bolygó utal a múltra, lehet, hogy nincs beszélgetés, mert ez a visszatekintés lelassítja az eseményeket, ő visszahúzódó, de visszatér hozzád, mert ezt is jelenti ez a visszatekintő mozgás. Június 20-a és július 20-a között itt található a nap, besugározza ezt az életterületet, holott ez nem így van, mert ez a 12-es életház az árnyékra utal, inkább ilyenkor a mélybe kell, hogy nézzünk, de visszatérve erre a visszatekintő Merkur bolygóra, ami június hónapban hat, azt is jelentheti, hogy ne jelentkezz nála, légy te visszahúzódó, ő jön magától. Kedves Szidília, így tudtam elmondani, hogy mi vár rád jövőre. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!